Vannak azok a fajta írói megnyilvánulások, amiket senki nem szeret. Most ezeket gyűjtöttem össze 7 pontba, és ezeket fogom bemutatni. Avagy jöjjön az írók 7 főbőne. 7 dolog, amit semmiképpen ne csinálj, hogyha az írói pálya érdekel téged. Első pont. Hazudsz az olvasónak. Ezt nagyon sokfajta módon lehet értelmezni, az írók nagyon sokfajta módon tudnak hazudni az olvasóknak, azon kívül, hogy beígérnek valamit, ami aztán végül mégsem jelenik meg, egészen addig, hogy konkrétan egy kölcsönös megállapodás rájuk eső részét nem tudják teljesíteni. Például gondolok arra, hogy vegyük azt, hogy például könyves blogger vagy. Beszéltél az íróval, hogy szeretnél egy nyereményjátékot rajtad keresztül lebonyolítani, hogy te felteszed egy ilyen quizt az olvasóknak, és a nyertesek között kisorsolsz egy könyvet az írótól, aki azt postán elküldi a nyertes olvasóhoz. Erre lezárul a quiz, a blogger elküldi neked a nyertes nevét, te pedig úgy döntesz, hogy mégse küldöd ki a könyvet. Vagy ha például egy sikeres recenzió után a jó recenziót nem osztod meg az oldaladon. Örülsz annak, hogy ott van kint a recenzió az interneten, ami pozitív elbírálást ad a könyvedről, de te mégsem osztod meg. Te mégsem küldöd ki a nyereménykönyvet. Te mégsem jelensz meg egy neked szervezett eseményen. Te mégsem mész el egy találkozóra. Te semmit nem csinálsz, de azt elvárod, hogy a szádba repüljön a sült galamb. Mindenkinek hazudsz, mindenkit megtévesztesz. Ez egy dolog, amit semmiképpen ne csinálj. Ha van egy megállapodás, akkor annak érdemes a rád eső felét betartani, mert az olvasók nehezen tolerálják azt, hogyha hülyének nézik őket. Ha nyereményjáték van, akkor igenis küld ki azt a könyvet. Ha van egy jó recenzió, azt igenis oszd meg. És így tovább, és így tovább. Ne add el olyanit, hogy te majd hú, de ilyen meg olyan dolog lesz, aztán nem fogod teljesíteni a megbízás rád eső részét. Második pont. Politikai töltet. Már mondtam korábban, hogy egy író számára nem szerencsés, hogyha politikai tartalmú üzeneteket oszt meg, vagy politikai állást foglal, és ezt a politikai álláspontot folyamatosan szajkóz a Facebookon, Twitteren, vagy bármelyik közösségi médián, és a könyvében is folytonosan előjönnek a politikai nézetei. Ez azért nem szerencsés, mert az olvasók egyrészt nagyon nem szeretik, hogyha az olvasott könyvekbe beszivárog ez a fajta dolog. Másrészt pedig azért sem szerencsés, mert akkor az olvasók elkezdik a könyveidben és a cselekedeteidben folyamatosan keresni a politikát. És az ellenkező politikai nézeteket való olvasóknál pedig alapból eléred azt, hogy többet egy könyvedet se vegyék meg. Tehát, hogyha egy író akarsz lenni, akkor a politikát próbáld meg kihagyni a kommunikációdból, amennyire csak lehet. Hiszen elriasztod vele azokat az olvasókat, akik ezzel ellentétes nézeteket vallanak, vagy csak szintén nem szeretik a politikát az irodalomban. Harmadik pont, bevédő osztag. Kezdünk a szakadék mélye felé közeledni. A bevédő osztag lényegében azt akarja, hogy neked van egy fix köröd, mondjuk család, barátok, ismerősök, akik mondjuk nagyon aktívak, és mindegyes alkalommal, hogyha egy negatív kritikát fűz valaki a könyvedhez, azt ők megtámadják. Feljelentik a majon, zaklatják, molesztálják mindenfajta közösségi felületen, és csak azért, mert egy negatív kommentet fűzött a könyvedhez. Most a véleménynyilvánítás szabadsága állampolgári jog. Mi van ez szinte mindennapos jelenség, hogy egy negatív kritika felbukkanása után, hogy bármilyen rossz szó esik a szerzőről, azon megjelenik a védosztag, és bevédik az írót, és nem félnek attól sem, hogy elég diktatórikus, disztopikus, disztópiába illő eszközöket is felhasználjanak az adott kommentelők, vagy az adott értékelőkkel szemben. A védosztagot semmiképpen ne tartsd meg. Mint író, meg tudod magad védeni, felnőtt ember vagy, nem szorulsz arra, hogy mások megvédjenek téged, nagy fiú vagy és nagy lány vagy, ki tudsz állni magadért is. Ne küldd rá senkire a védosztagot. És azt látod, hogy bárki a te könyvednél, te könyvedet védi, de nagyon nagy vehemenciával és nagyon nagy gyűlölettel harcol mindenki ellen, aki rosszat mond a könyvedre, az te magad legyél az első, aki leállítja. Negyedik pont, nyílt vita.
A nyílt vita az, amikor maga az író megy bele egy szócsatába, de egy olyan szócsatába, aminek az ég egyat a világon semmi értelme nincs. Most gondolok például arra, hogy valaki mond a könyvedről valamit, vagy rólad, és te igenis negatívan, lemondon, szarkasztikusan, gúnyosan, gyűlöletesen válaszolsz rá. A legelegánsabb dolog, amit az írók úgy általánosságban tehetnek, a kritikát kapnak, hogy megköszönik. Ez a legelegánsabb dolog, amit ilyenkor egyébként tenni érdemes, ha te nekiállsz erőszakosan, vehemensen védeni a könyvedet, akkor ez általában rosszul veszi ki magát. Én például már láttam példát arra, hogy egy író, egy idős szerző nekiállt vitatkozni egy 15-16 éves lánnyal, mert nem értettek egyet egy történelmi eseményben, és az író konkrétan kihívta a csajszit, hogy vitára, hogy vitassál akar a történelmi ismereteik alapján, hogy kinek van igaza. Persze természetesen a csajszi az visszatáncolt, mert elfelejtette azt, hogy az interneten a szólásszabadság nem azt jelenti, hogy mondasz valamit, és annak nem lesz visszhangja. Úgyhogy végül is a lány is hibázott ilyen téren, hogy nem gondolta át eléggé mit ír, de az elég gáz volt egy 60 fölötti írót nézni, hogy egy 15 évest próbál kicsinálni idegileg. Ez az elég árgya volt azért. Ezt honyagoljuk, ha lehetséges. 5. pont, agyonreklámozás. Reklámok a Facebookon, reklámok majom, reklámok az író weboldalán, reklámokban reklámok, mindenhonnan reklámok, YouTube-on reklám, mindenhol reklám. És agresszívan. Tehát ha például az íróval kommunikálsz, akkor is mondja neked az író, hogy de vedd meg a könyvem, vedd meg. Hogy az író kinek egy karcot, ami nem reklám gyanús, de azzal rakja azért a weblinket a webshopjához, hogy azért vedd meg a könyvemet. Ez akkor nagyon erdja, amikor kirak egy megosztó kontentet, ebben elérje, hogy szerinte ez azért szar, de ez oda nem illő téma. Ez egy olyan téma, ami szinte semennyire nem kapcsolódik a könyvéhez, kirakja, hogy miért utálom a fantasyt, mondjuk, és lehordja a sárga földig, aztán ott a legaljában egy link a promóhoz, a könyvhöz, hogy vedd meg a könyvemet. Miután meggyűlöltettem magamat veled, most légy szíves, vedd meg a könyvemet. Az elmúlt hetekben volt egy ilyen példa, egy magyar szerző, aki álnéven ír. Hát elég gáz volt, mit nem mondjak. Ez a szerző nagyon durván leminősített nálam, most már nem is vagyok kíváncsi a könyvére. Elvonatkozhatok általában az írótól, meg a személytől, de ezt a könyvet már annyira szarrá reklámozták, hogy egy kicsit elment tőle a kedvem. Ezután a megnyilvánulás után, pedig aztán már végképp. Tehát majd amikor máskor elolvasom azt a könyvet. Pedig érdekelt volna. 6. pont. Szakmai féltékenység. Ezzel alatt azt kell érteni, hogy a te kedves, tisztelt író féltékeny egy másik íróra. Mert jobban mennek a könyvei. Mert jobban szeretik. Mert nagyobb százalékon állnak az értékelései majom. Mert jobb kiadónál jelent meg. Mert szintén egy jobb ember. Mert szebb, mint az író. Az írók rengeteg mindent képesek elkövetni a szakmai féltékenység miatt, például a bevédő osztagot szépen fogják, és arra utasítják, hogy te figyelj, diszlákold már annak az írónak az összes létező bejegyzését, diszlákold le YouTube-on, csillagozz le egyre majon, támadd meg, ahogy csak lehetséges, kommentálj alá Facebookon valami troll kommentet, aláld meg, photoshopoljál róla szarképeket, terjeszd róla a hazugságokat, Ennyire komolyan megy. Vannak jók, akik ennyire komolyan képesek venni azt, hogyha egy nekik nem tetsző szerző népszerűbb náluk. És ezek a problémák egyébként előrevetítenek egy nagyon-nagyon durva személyiségzavart szerintem ezeknél a szerzőknél. Ezek nem normálisak ezek az emberek, akiknek eszébe jut ilyen hülyeségeket csinálni, hogy zaklatják az embereket a közösségi médiák valamennyi felületén. Ez minden esetben gáz. Semmiképpen ne legyen féltékeny senkire. Nem éri meg. És rajta fog csattani az ostor hosszú távon, mert ugye, mint tudjuk, Isten nem ver bottal. A karma mindig visszatér. 7. És egyben utolsó pont. Molyos öncsillagozás.
A narcisztikus személyiség zavar ne további az, amikor az írók saját magukat csillagoztatják, majom. Például a védőszagodat használod fel rá, hogy csillagozzák fel a könyveidet, ismerősöket, családtagokat, rokonokat, barátokat, mindenkit hívsz, hogy csillagozzanak téged föl, regisztrálnak be csak egyetlen komment erejéig, hogy a könyvedet dicsérjék, és ennyi. Ezek alapján tudjátok egyébként kiszűrni azt, hogyha egy író könyve nem olyan jó, mint ami ennek mutatja. Hogy olyan emberektől látsz rajtuk kommenteket a könyveken, akik csak egy könyvértékelés erejéig regisztráltak, nagyon gyanúsakan felhasználó neveik is, és látszik, hogy majdnem mindegyiknek ugyanaz a stílusa. Tehát innen szabad kiszűrni. De a még gázabb, és a még gázabb, és ez se ritka. Ez se ritka. Amikor egy író azt csinálja, hogy regisztrál vagy 10 kamu profilt, ami mögött mindegyike mögött ő van, de mindegyik kamu profilt ő használja föl a saját könyvei csillagozására. És még gázabb, hogyha ezek az írók összefognak és elkezdik egymás könyvét felpontozni, csak azért, hogy lealázzák a nekik nem szimpatikus írókat, akik sikeresebbek náluk csillagozás szempontjából. Amikor több ilyen író összefog, akkor elkezdesz gondolkodni azon, hogy szerintem már nincs messze az apokalipszis. Nagyon gáz jelenség tud lenni, amikor ezek az írók összeállnak, és egyfajta érdekesen értelmezett bosszúállókként próbálják egymást bevédeni, egymást felcsillagozni, és csak is egymással közreműködni. De mert ezek az írók bénák, ezért az eredmény mindig egy elrettentő példa lesz. És ugyan 7 pontot említettem, de időközben eszembe jutott még egy jelenség, ez pedig a primadonnáskodás. A primadonnáskodás az azt jelenti, hogy én például dolgoztam könyvesboltban egy darabig, és voltak meghívott szerzőink. És ezek a szerzők elképesztően beképzelhetően tudtak viselkedni. Tehát olvasod a könyveiket, lejön róla, hogy ez író ez egy tök jó gondolkodó ember, kell lehet a könyvei alapján. Aztán jön a csalódás, hogy nem. Nem. Valahogy az az érzés, az az ösztön, amivel írják a könyveiket, amiben kiállnak az egyenlőség mellett, az örök barátság mellett, az udvariasság mellett, meg ezek mellett a dolgok mellett, hiányoznak, amikor élőben bukkannak föl. Nagyon sokszor egoistán viselkednek, lenézően, azt hiszik magukról, hogy ők az istenek, és bár tudom ennek a pszichológiai menetét, hogy ez hogy alakulhat ki egy emberben, de mindig gáz látni. Ezt tudod, hogy mindig gáz látni, hogy egy író, aki alapvetően nagyon szimpatikusnak tűnik, és jó gondolkodásúnak a könyve alapján, a mindennapi életben, mintha kikapcsolná ezt a képességét, és csak írás közben vetné be. Nagyon furcsa tud lenni, és elég nehéz feldolgozni. Ezek egyébként mindegyike, tehát amiket itt felsoroltam, azokban a tulajdonságban közös, hogy azok az írók szokták őket elkövetni, akik nem viselik el a kritikát. Na most íróként elviselni a kritikát, ez szerintem egy elég gáz dolog. Tehát a kritikák, mert most az a sztereotípia van ugye érvényben, hogy a kritikus az egy mindent gyűlölő, mindent megvető, mindenki csak lehúzni tudó karakter. Nem. Egy pozitív kritikából, illetve egy jól megírt negatív kritikával, amit csak segítő szándékból írodott, nagyon sokat tudsz tanulni. Csak amit az íróket személyes támadásnak veszik, vagy nem is őket minősítették, hanem csak a könyvüket, de személyes támadásnak veszik, mert úgy gondolnak a könyvre, hogy az az ő kisbabájuk, és elég durva lejárató kampányokat tudnak lezavarni. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy ezeket a hibákat, amiket itt felsoroltam, ezeket próbálj meg elkerülni, sőt, igyekezzen arra, hogy ezeket mindegyiket elkerülje, és azokat az írókat, akiknél ezt tapasztalja, tehát a felsoroltakat, azokat kerülje el jó messzire, mert ezek az írók nem fognak változni, nem lesznek normálisabbak egyhamar, és teljesen felesleges időt pazarolni rájuk. Én már ennyi voltam, jövő héten találkozunk, addig is sziasztok, és olvasatok sokat!